Sziasztok, kedves barátaim! Ismét következik az Ekádasi, utána Ekádasi, ez a neve, amelyikre olvashatunk Skanda Puránában. Ahol Narada Muni kérdezi apjától, Úr Brahmát, hogy milyen eredményeket éri el az a személy, aki követi a utána Ekádasit. És az Úr Brahma válaszol neki. Azt mondja, hogy ha valaki bőtöl ezen a napon, akkor több ezerféle áldozatnak az eredményeket fog elérni. Utána kérdezi Narada Muni, jó, akkor szeretnék tudni részletesebben, hogy ha valaki naponta egyszer étkezik, milyen eredményeket fog elérni, vagy valaki csak vacsorázik, vagy egyáltalán nem eszik, száraz bőtöt tart. Ilyen személyek milyen eredményeket érnek el utána Ekádasin? És az Úr Brahma válaszol. Azt mondja, hogy ha valaki naponta egyszer csak eszik, akkor egy életnek, a bűneiknek a visszahatásától megszabadul. Hogyha valaki csak vacsorázik, akkor kettő életnek, a bűneiknek a visszahatásától megszabadul. De hogyha valaki teljesen bőtöt tart, száraz bőtöt tart, akkor hét életnek, a bűneiknek a visszahatásától megszabadul. Ugyanakkor, hogyha valaki nagy határozottsággal, lelkesedéssel, utána Ekádasi napján bőtöl, akkor olyan nagy bűnöktől is megszabadul, mint a Mandara-hegy. Hogyha valaki jámbor tetteket végezi ezen a napon, akár adományoz szegényeknek, papoknak, vagy másoknak segít, annak a jámborságnak, a tettennek az eredménye meg fog sokszorosodni, nagy lesz, mint a Sumeru hegy, ugye ezek a Himalájaknak a nagy hegyei. Ez mellett, aki bőtöl határozottan, annak a bűneiknek száz életen át visszahatásaitől meg fog szabadulni. És akkor megkérdezte Narada Muni, hogyan bőtöljünk az utána Ekádasin. És ott hosszú válasz volt, amit válaszolt Úr Brahma, de én csak rövidre zárok, hogyha valaki bőtöl és imádja az Urat, vagy énekel, vagy olvassa a szentírásokat, vagy dicséti az Urat, akkor nagyon-nagyon sok bűntől megszabadul, hogyha még valaki még éjszakán is ébren marad, és imádja az Urat, akkor azok a rokonok, akik pokolban vannak, fel fognak szabadulni pokolba, és elérnek az Urat. Szintén másnap lesz a bőt megtörése, akkor mondom nektek, kedves barátom, az időpontokat, ami 6 óra 27 perc és 9 óra 47 perc fog történni. Ugye lehet csak vizet inni ezen a napon, valahol, és nem enni semmi. Lehet száraz bőtöt tartani, vagy lehet enni csak gyümölcsöt, vagy lehet enni bármit, a hüvelyek és a gabonával kívül. Ez is fog számítani a bőtnek. Megtörés, amit megadott időpontban, amit korábban elmondtam, úgy lehet csak megtenni, vagy valaki rendesen leül és reggelizik, vagy csak egy kis gabonával, egy morzsával megeszi, és akkor így meg tudja törni a bőtöt. Köszönöm szépen! Ne felejtsetek kis lájkokat rakni, iratkozzatok fel a csatornára, írjátok a kommentekben, hogy hogyan megy nektek a bőtölésetek, nem sokára újra találkozom. Köszönöm szépen! Hare Krishna!